A 80-as, 90-es évek filmjei eléggé eltúzott képeket alkottak az emberekben a különböző hackerekről, és gyakran láthattuk azt, ahogy átveszik egy teljes ország irányítását, vagy nukleáris háborút indítanak egyetlen egy számítógép segítségével. Egy valódi hacker nem feltétlenül képes ilyen hatalmas dolgok elérésére, de abban biztosak lehetünk, hogy hatalmas anyagi és egyéb károkat tudnak okozni. Ezért a mai videóban összegyűjtöttem nektek a világ 10 legveszélyesebb hackerét, akik hatalmas káoszt okoztak. Ha te sem akarsz lemaradni a legérdekesebb toplistákról, és még új vagy ezen a csatornán, akkor mindenképp iratkozz fel! 10. Gary McKinnon. Gary McKinnon egy munkanélküli számítógépes adminisztrátor volt, aki 2001-ben különböző, az amerikai hadsereg birtokában lévő számítógépes rendszereket kezdett el feltörni. Gary rengeteg fontos rendszerfájlt törölt ki az amerikai hadsereg adatbázisából, ezzel több százezer dolláros kárt okozva. Az amerikai Egyesült Államok jó pár éven keresztül a férfi kiadatásáért pereskedett, amit valamilyen úton az Egyesült Királyságnak sikerült 2012-re teljesen megakadályoznia azzal a kijelentéssel, hogy Gary Asperger-szindrómában szenved és valószínűleg öngyilkosságot követne el, ha az Egyesült Államok kezébe kerülne. 9. Michael Bevan és Richard Price. Ez a két angol fiú 1996-ban a NATO, az amerikai légierő és a NASA különböző rendszereit kezdte el feltörni. Michael és Richard hatalmas károkat okozott, ugyanis ők is töröltek rengeteg fontos és bizalmas információt, valamint poénból ide-oda pakolgattak különböző adatokat a három hatalmas szervezet között. A fiúk később egy koreai nukleáris kutatóintézet rendszerét is feltörték, ami akár egy háborút is kirobbanthatott volna. Később kiderült, hogy szerencsére a rendszer nem Észak, hanem Dél-Koreához tartozott, így az Egyesült Államoknak sikerült az ügyet elsimítania. 8. Kevin Mitnick. Kevin a világ egyik leghíresebb hackere. Ez a férfi éveken keresztül emberek bizalmas információit lopta el különböző számítógépes és távközlési cégektől, ezen kívül számtalan különféle fontos e-mail fiókot is sikeresen feltört. Kevin Mitnick egy jó ideig Amerika legkörözöttebb bűnözői közé tartozott, mielőtt 1995-ben elkapták volna. Kevin jelenleg különféle biztonsági szoftvereket fejlesztő cégekkel dolgozik együtt. 7. Vladimir Levin. Vladimir Levin 1994-ben sikeresen feltörte a Citibank adatbázisát, ahonnan az emberek számla információinak segítségével több mint 10 millió dollárt sikerült ellopnia. Az orosz hackert Angliában kapták el, majd ezek után átadták az Egyesült Államoknak, ahol 3 év börtönre ítélték el. A Citibanknak sikerült a pénz nagy részét visszaszereznie, de 400 ezer dollárnak a mai napig nincs nyoma, és azt, hogy ez a pénz hol van, azt egyelőre senki sem tudja. 6. Michael Katch. Ezt a férfit legtöbben csak Mafia Boy néven ismerik, aki egy kanadai diák volt, amikor sikeresen feltört néhányat a világ leglátogatottabb weboldalai közül. Michael 2000-ben olyan károkat tett, ami miatt több órán keresztül nem működött a Yahoo, az Amazon, a Dell, az eBay és a CNN weboldala. A keletkezett károkat a bíróság 7 millió dollárra becsülte, de egyes szakértők szerint ezek a károk meghaladják az 1 milliárd dollárt is. 5. Jensen James Ancheta. A hackerek egy jól bevált módszerek közé tartozik más felhasználók rendszerének feltörése azért, hogy ezekkel a feltört rendszerekkel támadjanak meg másokat. Egy-egy ilyen támadást a rendszerek sokasága miatt nagyon nehéz megállítani, és pont ezt használta ki Jensen is. Jensen több mint egy éven keresztül 500 000 számítógépet tört fel, majd ezeket a számítógépeket használta fel azokhoz a támadásokhoz, amiket meg lehetett rendelni ettől a férfitől. Jensen képes volt bármilyen weboldalt a kuncsaftjai megrendelésére teljes mértékben megsemmisíteni. A férfit az FBI elkapta, és 60 hónap börtönbüntetésre ítélte. 4. Adriano Lamo. Annak érdekében, hogy megnehezítse a hatóságok dolgát, Adriano Lamo rendszeresen nyilvános internet hozzáférést használt különféle kávézókban és éttermekben. Adriano célpontjai legfőképpen világvezető cégek voltak, mint például a Microsoft, a Yahoo, a New York Times és az AOL, ahonnan Adrian rengeteg bizalmas információt lopott el.
Adriano Lamot az FBI 2010-ben fogta el és állította bíróság elé. 3. Owen Walker. Owen Walker, vagy más néven Akil, egy nagy tudású hacker volt, aki számos weboldal és rendszer elleni támadást szervezett és vitt véghez sok éven keresztül. Owen a felelős az Agbot vírus megalkotásáért, ami lehetővé tette Owen számára azt, hogy több millió számítógép felett átvegye az irányítást. A szakértők megállapítása szerint az Agbot vírus által előidézett anyagi károk több mint 26 millió dollárra növekedtek az évek során. 2. Albert González. A kubai származású Albert González több mint 170 millió bank és hitelkártya számot lopott el 2005 és 2007 között. A férfi különféle kódokat és algoritmusokat töltött fel rendszerekre illegális úton, amik később a személyes kártya információkat továbbították Albertnek. Albert módszerével összesen 200 millió dollárt lopott el, aminek nagy részét banki átutalásokkal és különféle egyéb tranzakciókkal szerzett meg. 1. Astra. Astra egy 58 éves aténi származású matematikus volt, akit már 2002 óta kerestek, de 2005-ben minden addigi büntetét felülmúló dolgot követett el. Astra sikeresen feltörte a Dassault, egy francia haditechnikai cég rendszerét, ahonnan kényes információkat lopott el fegyverekről, repülőkről és egyéb hadieszközökről, és ezek után eladta az információkat más cégeknek és vállalatoknak. Astra a Dassault-nak összesen 360 millió dolláros kárt okozott. Szerintetek miért ilyen népszerűek a hackerek? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!